tisztelettel köszöntöm Önöket. A Magyar Huszáris Katonai Hagyomány Szövetség elnöki tanácsadójaként vagyok delegálva ide. A nagyapám és a dédapám huszárként szolgáltak, tehát van valami közöm a ma már több alkalommal megjelenített és elhangzott és dicsért huszársághoz. Én magam is lovon ülök, lőporfüstöt szagolok esetenként, és megpróbálunk valamilyen módon visszamenni ebbe a korba, ahol ma már letűnt értékek vannak. Ezeket felkutatni, felemelni, kifényesíteni és felmutatni a világnak, mert azt gondolom, hogy egy egészségesen működő nemzetnek feltétlenül szüksége van szellemi önvédelemre. A szellemi önvédelem pedig most abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy ugye a háború dúl határainktól nem olyan messze, de nem vagyunk személyesen érintettek benne. De fejben mindig készen kell lenni arra, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Egy George Santayana nevű amerikai filozófus azt mondja egy alkalommal, hogy az a nép, amelyik nem akarja megismerni a történelmét, folyamatosan arra van kárhoztatva, hogy megismételje azt a hibáival együtt. Ráadásul egy olyan értékválsággal küszködő világban élünk, és élnek az utánunk következő generáció, akik sajnos nem felkészültek arra, hogy egy kedves barátom szokta mondani, nem működik a barát ellenség felismerő rendszerük. Ezáltal nagyon sokszor áldozatul esnek a különböző irányzatoknak, izmusoknak. Azt gondolom, hogy nekünk annak a szövetségnek, amit én képviselek, 31 esztendővel ezelőtt jött létre, gyakorlatilag most létszámát tekintve 97 tagegyesületünk van, 3-4 ezer fő az a hódudvarral értendő taglétszám, amit fel tudunk a anyaország határain belül és az elcsatolt területeken felmutatni vagy egyesíteni. Példaképpen valamikor 2001-ben forgattuk a Széchenyi filmet, a Hídember című filmet, ott Felszilvásváron a Szánavölgyben 400 egyenruhás huszár tudtunk korhő felszereléssel a filmben megjeleníteni. Az már a sors fintora volt, hogy ebből a végén 31 másodperc került bele. Azon dolgozunk, hogy ezt az archív anyagot megpróbáljuk a filmintézettől majd megszerezni, mert azt gondolom, hogy kortörténeti érték. Ha visszanézünk, a huszár egy olyan szó, amely a világ valamennyi nyelvén, hogyha le nem fordítjuk, ebben a hangalakban halljuk, nem kell elmondani, hogy miről van szó. Mindenki tudni fogja, hogy Paludja Imre a Jászok Bibliában mondja, egy olyan fejlődése csúcsára, a huszár egy olyan fegyvernem, amelyet egy a fejlődése csúcsára jutott nép megajándékozza vele az őt befogadó Európát. Gyakorlatilag ez a csapat nem uralja Európa harctereit közel 300 esztendőn át. Az európai uralkodók valamelyike, valamennyien, akik eredményes harcot akarnak vívni, azok a könnyű lovasságokat erre a mintára létrehozni, de még az Egyesült Államokba is exportáljuk ezt a tudást. Volt is sok mindenről szó esett, csak nagyon röviden, miről is van szó. A súlypont áthelyező képesség az akkori kor vonalharcászatában gyakorlatilag megkocsonyásodott, megcsontosodott hónapokig, heteken álló arcvonalak voltak, több kilométer hosszan, és megjelenik egy lovas csapat, megfosztva a nehéz vértektől, könnyű dinamikával, magyaros észjárással, a honfoglaló katonának a cselvetésre, az ösztönszerű rafinéjára való képességével, bátorsággal, harcaszeretettel, leleményességgel, és egy 300-500 méter per perc sebességgel vágtatóló, gyakorlatilag 5 perc alatt 5 kilométerre, 3 kilométerre arra tudja a csatos súlypontát nyomni, és innentől kezdve talpon legyen az a hadvezér, aki ezt ki tudja védeni. Sikereinknek a nagy része ebből fakad, azon túl pedig az a fajta kreativitás, ami csak ránk volt jellemző. A kozák katona is kitűnő lovas volt, de ő elsősorban az elemi ösztöneiből és az individualizmusból úgy próbált harcolni. Ezzel szemben a huszár az eszét is használta, és számtalan történet van, ebben nem mennék bele, de egy példát akarok felhozni, Túri György. Kérem szépen, ma, ha valaki olimpiát nyer egyszer vagy kétszer, az egy méltán elismerendő óriási teljesítmény. Túri György 600 párbaj, ami nem sport teljesítmény, életre, halálra szóló 600 párbajt nyert meg. Nemrég olvastam annak a 600-adiknak a monológiát, aki leírja, hogy kisgyerekkorában elrabolják Mezopotámiából, és erre készítik egy életen keresztül, hogy a tigrist legyőzze Magyarországon. És azt mondja, hogy amikor szembeálltam vele, megláttam, hát azt mondja, ez egy pici kis ember, ez a Túri György. És eluralkodott rajta a biztonságérzet, hogy nem véletlenül készültem ilyen hosszú időn keresztül a küldetésemre. Majd azt mondja, amikor a kardjához hozzányúlt, és a szemembe nézett, a parázsló tekintetével, akkor kezdtem el bizonytalanodni, és a következő pillanatban élettem 600-dik. No, hát
Azért soroltam ezt itt most fel, mert van egy a magyar kultúrkincsünkben, a magyar egyetemes kincsünkben egy olyan különleges rész, maga a huszár, ami tulajdonképpen alkalmas lett arra, hogy egy társadalmat mozgósítani tudjunk vele. Sem a politikai ingadozások, sem az idő nem koptatt el. Megmaradt a fénye, megmaradt a dinamikája, megmaradt az a büszkeség, amivel azonosulni tud méltán mindenki. És a mi szervezetünk, a mi árnyő szervezetünk, többek között az elmúlt 30 évben eljutottunk arra a pontra, hogy a küldetés nem abból kell álljon, hogy egyenruhát veszünk föl, megmutatjuk magunkat, parádézunk, megtapsolnak bennünket, hanem a küldetés az, hogy tudunk-e magunk mögé embereket állítani, tudunk-e üzenni a jövőnek, tudunk-e ebben az értékvással küzdködő világban a gyerekeinknek példaképeket állítani. Miért is fontos a példakép? Nagyon gyakran van mindannyiunk számára, azt mondtam, azt hiszem volt már ilyen szituáció, amikor elárulunk, jön a probléma, szembesülök vele, és összerogyni készülök egy pillanat alatt lelkileg. És szerintem sokan vagyunk itt a teremben, akik ismertünk még az első vagy a második világháborúból dédipapákat, nagypapákat, veteránokat. Nekem az a szerencsés helyzet jutott, hogy akár parancsnokom Bartásem, György villámadás, aki a következő előd lesz, az ő ismeretség köréből. De a nyíregyházi huszár találkozóknak az elmúlt 30 évéből ismertem ezeket az embereket. Magam sem tudom, miből voltak összeragva. Acélból-e, platinából-e, de hogy lelkileg megtörhetetlenek voltak, az biztos. És amikor ennek az embernek az életsorsát bármelyiküknek megismertem, és a hétköznapok problémáival szembesülök, és segítségül hívtam őket, akkor sajátom is ilyen picikére zsugorodott, és azt mondtam, hát miből vagyok én, papírember vagyok? Ezek az emberek mit bírtak ki? Hogy kell a nyomóba járni? Büszkén meg kell próbálni fölnőni a feladathoz. Ezt kellene, azt gondolom, továbbadni a jövő generáció számára, és most a harmadik, negyedik év óta küszködünk egy olyan projekttel, ami most már, ha jól gondolom, akkor kezd kibontakozni, és röviden mondom ennek a lényegét. Gyakorlatilag megpróbáljuk az ifjúságot, a korosztályokat lehetőleg minél, amikor még a telefon nem lopja el az agyukat, meg a számítógép, akkor megcélozni őket, akár már óvodáskortól kezdve, de általános iskola alsó tagozat, felső tagozat, és megpróbálni egy olyan interaktív játékkal bevonni őket, hogy felkeltsük a kíváncsiságukat. A legfontosabb az, hogy kíváncsi legyen a gyerek arra, hogy mit lát, mit tud ebből ő saját magának profitálni. És elindítottunk egy programot, most ez gyakorlatilag, amit majd fogok mutatni, egy pár képet, ez a Gömör Kishont Vármegyei Huszárbandém, akivel mi ezt a programot már régóta csináljuk, kidolgoztuk. Szilvásáradon 3 alkalommal, Gömörben náluk Ózdon 1 alkalommal, és az én szűkebb régiómban, Jászságban, Jászfényszaron 1 alkalommal, tehát 5 alkalommal csináltunk ilyen programot, ami azt jelenti, hogy tehát én a versenyszférából jövök, és nekem azt tanították, hogy kell megtérüléssel is számolni, bármennyire furcsán hangzik ez. Tehát, hogyha elmegyek egy 10 lelkes kisfaluba, vagy 20 lelkes kisfaluba egy születi mulatságra, aranyos dolog, hogy 10 gyereket megpróbálok megfertőzni, amiből 2 se sikerül, és elment az időm, a pénzem, a lószállítás, és se, hadd ne mondjam, hogy ez mennyire költséges történt. Tehát nagy elérési százalékkal kell megcélozni, és megpróbáltuk azt, hogy a Klikkel és egyéb szervezetekkel, országos képviselőkkel együttműködve 680 fős volt a legnagyobb létszámú rendezvényünk, 420 gyerek volt a Jászfényszaruji Katolikus Általános Iskola teljes létszáma, és akkor az úgy zajlik, hogy egész napra ki vannak a gyerekek vezényelve. Van egy interaktív bemutató, ami egy picit ráhangolja őket ennek az egésznek a hangulatára, utána pedig kiscsoportos foglalkozásokban, 20-30 fős kiscsoportokban foglalkoznak külön-külön velük, és mindenről lehet kérdezni, mindent ki lehet próbálni, és hát igazából a végén volt egy kis totó a számukra, egy kis kvíz kérdésekből álló kérdéssor, amit ki kellett tölteni, és a korosztályokat úgy vetettük össze, minden osztályból az első osztályból, és a nyolcadikból, és a 2 legjobb került sorra, és az ő jutalmuk az egy osztálykirándulás volt, és most a Honvédség 175 éves volt, és Szalai miniszter úrral megbeszéltük, hogy legalább odajön, és ezt a 45 nyertes gyereket az osztály a jutalom kirándulásukon meggratulálja, és fotózik velük, és azt gondolom, a gyerekeknek ez az egyik legfontosabb dolog volt. Utána kaptunk még egy meghívást a Bálnába, ahol most ajánlom önöknek egy fantasztikus kiállítás, van interaktív kiállítás, hogyha kölyköket akarnak fertőzni, tessék szépen elvinni őket, nagyon jó lehetőség van rá. És hát gyakorlatilag így, ilyen formán megvalósul egy program, de
Nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy nézni kell, hogy melyiknek csillog a szeme. És amelyiknek csillog a szeme, meg kell kérdezni, ki a tanítóbácsi, ki a tanítónéni, volna ezt kedvetek legalább hetente, havonta egyszer vagy kétszer csinálni, és szakköri mozgalmat kell, valamilyen szakköri rendszer kell létrehozni. Tehát azt gondolom, hogy muszáj és kell átszőni az ország társadalmát ahhoz, hogy a jövő generáció számára hatékonyan tudjuk ezt az egész programot továbbadni, és hogyha és a nagyon fontos sarokpont, azért említettem a gömöri csapatot, mert a tapasztalatom az elmúlt 30 évből az, mint mondtam, a dédapám, a nagyapám huszárként szolgáltak, az egyik fiam katonaorvos, a másik velem szolgál, még 28 évesen most is a csapatban. Én 5 évig szolgáltam a Nemzeti Lovas Díszegységben. Csak abban a közegben érzi jól magát, felnőtt és gyermek egyaránt, ahol valóban szerves közösség van. Ahol a bajtársiasság, ahol a jó hangulat, ahol az öröm, ahol a küldetéstudat, az együttlét az jó hangulatban, jó ízzel tel. Ugye Báros Pényi Géza egykor a nyíregyházi huszárőrnagy így fogalmazza meg maga a huszár szellemiséget, hogy a jó huszártiszt apja, papja és tanítója rávizott állománynak, apja, akik minden körülmények között gondoskodik róla, papja, akihoz minden bajával fordulhat, és tanítója, aki megtanítja arra a hagyományos huszár szellemre, ami tisztet és közhuszár összeforraszt, és ezen sem békeidő, sem háború nem változtat, és ez a szellemiség, ez a huszár szellem meg fog maradni, mindaddig, amíg az utolsó huszárra rá nem zárják a koporsó fedelét. Hát én azt kívánom, hogy ebben a küldetésben, aki fantáziát lát, és bízom benne, még sokan lesznek az országban, ebbe az irányba is próbáljunk elindulni, hogy tudjunk minél több ember toborozni, és ne legyenek utolsó huszárok, aki rázárják a koporsó fedelét, hanem lépjen a nyomukba. Következő zászlóvivő, aki ezt majd fogja tudni produkálni, mutatni. Huszár gyerek szereti a táncot, az oldalán csörgeti a kardot. Ha csörgeti, ha csörgesse, tengyen sarkantyúja, Kossuth Lajos verbuntja, a muzsikát tartója. Ha csörgeti, ha csörgesse, tengyen sarkantyúja, Kossuth Lajos verbuntja, a muzsikát tartója. Falu végén, falu végén, szépen muzsikálnak, oda hívnak engemet is magyar katonának. Be is állok a verbumba, ha már verbumbálnak. Elmegyek a pajtásimba, vitézre gyújtának. Be is állok a verbumba, ha már verbumbálnak. Elmegyek a pajtásimba, vitézre gyújtának. Szent Borbála nevében!